rendőrség kíséretében. Csináltam még májusban egy videót, amikor is a Ladocsi Norbi barátom által megálmodott Maci kórházzal közösen medvegyeveket és különböző plüss barátokat vittünk a beteg gyerekeknek a kórházba. Csak hogy lássátok, a csávó nem a levegőbe beszél. Így vettem Macikat! Voltam kittel egy rendezvényen, amiért kaptam egy kisebb összeget. És én úgy gondoltam, hogy ezt a pénzt nem költöm cigarettára vagy valami hasonlóan káros szenvedélyre, hanem az előző videóhoz híven költsük inkább Macikra, amit aztán a kórházban lévő beteg gyerekek örökbarátként megkapnak ajándékba. Norbit a közelmúltban felhívták a kórházból, hogy elfogytak a Macik. Így ma van a napja, hogy a doboznyi kisbarátot elhozhatjuk a gyerekeknek végre. Ez az autó itt előttem, vagy 8 zsák macit visz? Lássuk azt a sok zsák. Hello. Nem azt mondták, hogy egy? Nem kell, csak be kell engedni. Sebészetre nem mehettünk be, de nekünk az volt a lényeg, hogy itt hagyhassuk a macikat és eljussanak a gyerekekhez. Az osztályon viszont egy kisgyerekhez bevittem egyet, aki iszonyatosan cuki volt és annyira örült neki. Szerencsére ő csak egyedül fekszik itt. Az esetleges kritikákat előre elkerülendő. Ez a videó nem azért készült, hogy megmutassa, hogy milyen jó fejek vagyunk, hanem azért, hogy tessék követni a példánkat. Jó napot! Szia! Csak egy percre zavarnánk. Szeretnénk adni neked egy barátot, aki segíteni fog, hogy az itt lét egy picit könnyebb legyen. Jaj, de cuki! Szeresd őt! Ő biztosan szeretni fog téged, és gyógyulj meg minél. Köszönöm!